Aggódik az Együtt, kiviszik a Zsolnaik gyártását. Hiába a gazdag befektető, nem oldódnak meg a bajok, a porcelángyárért aggódik a Jobbik is. Robbanás a komlói garázs soron, két ember életét vesztette. Két futó is rajthoz áll a német félmaratonon, az alpolgármester is szurkol nekik. Köszöntöm nézőinket, csütörtöki híradónkat látják. Külföldön gyártatnák a zsolnai porcelánokat a gyár többségi tulajdonosai, ezt gyanítja az Együtt. Információik szerint erre már történtek intézkedések, ezért a párt szeretné, ha a pécsi önkormányzat fellépne a zsolnai név védelmében. Kiviszik az országból a zsolnai porcelánok gyártását, ezt az információt kapta az Együtt. Ezért a pécsi városvezetéshez fordulnak. A zsolnai márkanévnek a jelenlegi birtokosa a Közel-Keleten, illetve a Távol-Keleten fogja gyártatni, vagy legalábbis ezt tervezi a zsolnai termékeket. Felszólítjuk Pécsváros önkormányzatát, mint társtulajdonos, résztulajdonost ebben a zsolnai márkában, hogy tegyen intézkedéseket, annak kiderítésére, hogy ezek a hírek valóban igazak-e. Ezt a Facebook oldalt találták az Együtt politikusai. Jól látható, hogy Zsolnai Egypt néven fut ez az oldal. Ezért aggódnak Berkec Balázsék, hogy a Közel-Keletre viszik ki a porcelángyártást. Találni olyan Facebook oldalakat, ami például a Zsolnai Egyiptomi cégéről szól, lehet Facebook oldalakat látni, ami Zsolnainak az Amerikai Egyesült Államokban lévő cégéről szól, és így tovább. Ezek mind aggodalomra adnak okot, és azt gondolom, hogy az alapján, hogy annak idején a Swiss Art megkapta, vagy megszerezte valamilyen módon a zsolnai brandet, eztán végül sikerült visszaszerezni. Ez mégis félelemre adhat okot, hogy újra külföldi gazdasági érdekeltségekhez kerülhet a zsolnai név a többségi tulajdonos segítségével, mondja az Együtt elnökségi tagja. Mint ismert, 2013 óta Beshar Najari szír svájci üzletember birtokolja a zsolnai gyár többségi tulajdonát, míg a pécsi önkormányzat a kisebbségi tulajdonos. Kerestük az ügyben a városházát is, de nem kívánták kommentálni az Együtt információit. Ha jön egy gazdag külföldi befektető, még nem oldódnak meg a gazdasági problémák, és munkahely sem lesz. Ezt mondták a Jobbik pécsi képviselői csütörtökön egy sajtótájékoztatón. Itt is a zsolnai gyár volt a téma. A párt szerint nincs szükség külföldi befektetőkre ahhoz, hogy legyen hazai piaca a zsolnainak. Ugye mindenki ide az egész országba elhiszi ezt a butaságot, hogy majd ha ide jön egy külföldi, akkor ő majd munkahelyeket fog teremteni, és ő majd megoldja a magyar gazdaság problémáit, ő majd az ilyen nagy cégeket kézbe veszi, és akkor utána sikeresek lesznek. A valóság viszont nem ez, legalábbis a Jobbik szerint. Ezek az üzletemberek nem azért jönnek hozzánk, hogy segítsenek, hanem megpróbálnak az országból pénzt kivinni, fogalmazott Gyimesi Gábor. Mint ismert, múlt héten a zsolnai gyár csak nem összes dolgozója felmondott, a szír származású többségi részvényes Beshar Najari cégénél. De az a nonsens, hogy idejön egy külföldi, és érdekes módon ő talál Magyarországon megrendelést, munkát a zsolnai gyár számára, amivel ebből a szörnyű helyzetből ki tudná hozni ezt a gyárat. Hát azért itt a városházán hány szakértő dolgozik, vagy mindig halljuk, hogy a polgármester úrnak tanácsadója ez vagy az, ők miért nem találnak. Üdvözlendő, mégsem teljesen megnyugtató lépés, hogy a város saját alapítású cége, a Ledina Kerámia veszi át a gyár dolgozóit, tette hozzá a politikus. Esetleg utcára is kerülhetnének, ezeket az embereket megmentse a város, azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív történet. Viszont felmerült ennél a Ledina Kft-nél annak a Szabó Ivánnak a neve, aki főrészese volt ugye a vízmű botránynak, ami miatt aztán mi adófizetők fizethettünk több mint 3 milliárd forintot. Az ügyvéd személyét a Jobbik nem támogatta.
Elfogultságot jelentett be a pécsi törvényszék azzal kapcsolatban, hogy eldöntsék, elrendelik-e a Zsolnay felszámolását, írja a Hír TV. Ebben az esetben a pécsi ítélőtábla dönt arról, melyik bíróságot jelöli ki a feladatra. Ha ez megtörténik, 3 munkanap áll a kijelölt bíróság rendelkezésére. Értesülések szerint a pécsi törvényszék valamennyi Zsolnayval kapcsolatos kérdésében elfogultságot jelentett már be, mert Páva Zsolt polgármester felesége a törvényszék dolgozója. Robbanás történt egy kumlói garázsban szerda este a Bányász utcai garázs soron. 2 ember meghalt, 1 pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Szerda este 8 óra körül érkezett a segélyhívás a katasztrófavédelem ügyeletére. A káresethez Kumlóról és Pécsről riasztottak tűzoltókat. A rendőrök még a tűzoltók kiérkezése előtt 3 embert kihoztak az égőhelyiségből, akiket átadtak a mentőszolgálat munkatársainak. A tűzoltók rövid időn belül megakadályozták, hogy a lángok tovább terjedjenek. A beavatkozók 2 épp propán-butángáz palackot is kihoztak a garázsból, amelyeket visszahűtöttek normál hőmérsékletre. Az eset körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni. Kollégáim lefolytatták a helyszíni szemlét a tegnapi nap során a Bányász utcai garázssoron. A jelenlegi információk szerint a tüzet benzingőzbe lobbanása okozta. Több szempontból is jövedelmező lehet egy Pécs-München repülőjárat indítása. A pécsi önkormányzat és a PTA által készített piackutatás szerint a német főváros lenne ideális célpont egy Pécsről közvetlenül induló repülőjárat számára. Ezzel a már itt tanuló külföldi hallgatóknak is kedveznének, valamint ezáltal több tovább tanulót is ide csábíthatnak. Emellett gazdaságfejlesztő szerepet is betölthet egy ilyen járat. Arról még nem született döntés, hogy mely légitársaság gépeivel utazhatnak Pécsről Münchenbe. 2 pécsi futó, Kis Dávid és Halász Ádám képviseli városunkat Olmützben a félmaratoni futóversenyen. A sportolókat Őri László alpolgármester és Szűcs Zsolt a PSN ZRT vezérigazgató helyettese indította a jelképesen útnak. 2 pécsi futó is részt vehet a jövő hétvégi félmaratoni futóversenyen Olmützben, Pécs partnervárosában. A kulturális kapcsolatokon túl örülünk neki, hogy ezzel az együttműködéssel, amelyet Olmütz polgármesterének meghívása indított, most a sport területére is ki tudjuk terjeszteni ezt a fajta együttműködést, melynek keretében június 25-én 2 pécsi fiatalember, egy 23 és egy 25 éves fiatalember, a PSN ZRT sportolói fognak futni félmaraton Olmütz városában. Abban bízunk, hogy a 2 pécsi fiatal nem csak jó eredményt fog elérni, a pécsiek jó hírnevét is elviszi Olmützbe. Kis Dávid 2 éve megsérült, mostan épül fel teljesen. Hétvégén 2 nemzetközi meghívásos utcai futóversenyen vett részt Horvátországban. A 10 kilométeres távon 3 afrikai versenyző mögött az 5. helyen ért célba. 15 kilométeren pedig legjobb európaiként a 4. helyen végzett, korosztályában pedig 1. helyen zárt. Halász Ádám a közelmúltban a budapesti Vivicita futáson a 3., a pécsin 2. lett. Reméljük, hogy az idei év és az egyéni csúcsokról fog szólni, mert az edzés eredményeik jók. Nyilvánvaló, a félmaratóni az hosszú, több mint 1 óráig tart. Milyen lesz az időjárás, milyen lesz az útvonal, sík terep, hegyes terep, nagy meleg lesz. Tehát ezek mind-mind olyan befolyásoló tényezők, amit utólag lehet majd értékelni, de a várakozásunk pozitív, az ellenfelek nagyon komolyak. Az olmützi félmaratonon neves európai és kínai futók is rajtozálnak, így kihívásban gazdag lesz a pécsi fiataloknak a verseny, folytatta Fogarasi Sándor. Fiatalok vállalkozóvá válását segítő program indul a dél-dunántúli régióban. A lehetőségekről Pécset, Szekszárdon és Kaposváron tartanak tájékoztató rendezvényeket. A Vállalkoz Itthon Junior program 2 részből áll. Az első részben egy képzésen kell részt venniük, majd sikeres üzleti tervet kell összeállítaniuk a fiataloknak. Ezután, aki bekerül a 2. részbe, uniós forrásból 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhat. Azon fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új egyéni vagy mikrovállalkozást indítani, és vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Zajlik a pécsi országos színházi találkozó, és egy héttel a megnyitó után egyre több a visszajelzés. Sokak szerint ketté szakadt a poszt azzal, hogy a belvárostól mintegy 2 kilométerre lévő Zsolnay negyedben vannak a kísérő programok. Bár van fesztiválbusz, többen mégis a ki- és bejutás hatékonyságára panaszkodnak. A szervezők összegzik a tapasztalatokat, hogy a jövőben kiküszöböljék az idén felmerült kellemetlenségeket.
Szeretnénk sok mindenkivel beszélni, olyanokkal, akik érintettek voltak itt a szervezésben, lebonyolításban, a színházakkal is, jó részükkel. Szeretnénk és nyilván, hogy a mi saját kollégáinkkal is, és egy hónapon belül szerintem ezeket a köröket meg fogjuk futni, és akkor már kialakul az a fajta irányvonal vagy vélemény, amelyet mi aztán a jövő esztendőben, a jövő évi poszt kapcsán követni szeretnénk, vagy amelyek mentén szeretnénk dolgozni. A lisztes akciójáról elhíresült szobrász Böszörményi István nyílt levélben durva kifejezésekkel utasította a Biokon vezetőjét, hogy egy héten belül tüntessék el azt a fenyőfa csemetét, amit a város üzemeltető cég emberei a szobra közelébe ültették. Ugyanis az aradi vértanúk útján a várfal előtti sétányon álló szobor mellé alig egy méterre ültették a növényt, ezért a művész obszcén szavakkal kifejezte nem tetszését és ultimátumot adott Kis Tibornak. Böszörményi István szerint, ha a fa megnő, az megmozdíthatja a szobor beton alapját, ami így veszélyt jelenthet a közel merészkedő emberekre is. A Biokom eleget tett a szobrász kérésének, és áthelyezték a fenyőfát már csütörtök délután. Tárlatvezetések, előadások, gyermekprogramok, tűzugrás, többek között ezzel várják a Janus Pannonius Múzeum idei múzeumok éjszakájára az érdeklődőket. Tavaly több mint 15 helyszínen kínáltak 50-nél is több programot Pécsett, melyekre több mint 5000-en voltak kíváncsiak. Június 25-én a múzeumok éjszakájára rendezvényhez csatlakozva a pécsi püspökség épületei is megnyitják kapuikat. Oszmán török szőnyeg kiállítást mutatjuk be restaurátorral, művészettörténésszel, gyerekprogrammal, azután Salvador Dalinak van egy illusztratív kiállítása a Vasvári házban, a Dante isteni színjátékának az illusztráció, és emellett van egy tarókártya, ami ő tervezett egy egész készlet, és akkor ott a tarókártya ürügyén is lesz program. A Természettudományi Múzeumban van a Mecsek ősköveteiből egy kiállításunk őslények nyomában, és akkor ott barlangász program lesz, csillaggász program, és gasztroprogram őskori ételekkel kapcsolatos régi, mit gyűjthetett, mit tehetett az ősember. A római kori kiállításunkban a Marcus Aurelius fejügye a legizgalmasabb, talán a Krisztogram mellett tárgyként egy új Akropolis nevű egyesület tart felolvasásokat Marcus Aurelius filozófiai írásaiból. Rádai Mihály városvédő jön le egy kerekasztal beszélgetésre oda ugyanebben a Kápton utca 4-ben levő épületbe, és hát 70 program lesz 14 helyszínen, tehát ez nem is lehet elsorolni. Trágár szavakkal sértegetett egy körzeti orvost egy pécsi férfi szerdán. A rendőrség információi szerint a 31 éves férfi a hosszú várakozási idő miatt érzett dühét akarta kifejezni. Ekkor trágár szavakkal illette orvosát, majd az asztal szélén lévő naptárra csapott, amely eltalálta a doktort. Kihallgatásán T. Balázs elmondta, megbánta tettét. Ellene közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt nyomozza a pécsi rendőrkapitányság. Szombattól ismét a megszokott forgalmi rend szerint közlekedhetünk Pécsett a Jurisics Miklós utcában. Elvégezték ugyanis a gázvezeték hálózaton a szükséges javítási munkálatokat. Jelenleg még a burkolat helyreállítása, betonozása és aszfaltozása zajlik. Az EON és a Biokom köszöni a busszal utazók, a területen élők és az arra közlekedők segítőkész megértő támogatását a forgalomkorlátozás kapcsán. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Végig nagyszerű hangulat, óriási ünneplés jellemezte a zsúfolásig megtelt szekszárdi EB-sátrat a magyar labdarúgó válogatott Ausztria elleni győztes mérkőzésén. A nemzeti csapat második félidei játéka és góljai szinte elvarázsolták a szurkoló csoportokat. Az első 20 perc még elcsendesítően hatott a nemzeti trikolort nem csak az öltözetükön, hanem az arcukon és az egész testükön is olykor megjelenítő szekszárdi publikumnak. Az osztrák mezőnyfölény és a Bayern sztárjának, Alabának még az első percben lőtt kapufája miatt tapintani lehetett a feszültséget. De a magyar válogatott még az első félidőben szépen épülgető támadójátéka ébren tartotta, minimum a döntetlen, de még a győzelmi reményeket is a sátorlakók között. Szeretném, ha legalább ez az eredmény lenne, ha pedig esetleg találunk egy gólt, akkor szerintem itt szétrobban az egész sátor. A szekszárdi sátras B-közép közelfelét, némi meglepetésre, ifjú hölgyek alkották. Köztük több böde szimpatizáns is. Mi lesz a végeredmény? 3-1. Á,
X jó lenne, de remélem nyerünk. Csak a magyarra nyerünk. A gólt Böde rúgja, de nincs a pályán, de ha nem lesz a pályán, kirúgolt. Kirúgja be ezt a két helyzet, az egyiket. Hát, Gyugyák még esélyes. Hogy is mondta a piros pólós úr? Ha gólt lövünk és vezetünk, felrobban majd a sátor. Íme 2016. június 14-e, 18 óra 15 perc, Szekszárd, Garai tér, EB sátor és Szalai. Ha egy üzlet beindul, a pályáról lefutballozott Ausztriának Stieber pengés gólja adta meg a kegyelemlöfést. Bödében Nikolicsal inkább kezdtem volna a storkejébe, de nem volt rossz, Szalai talált egy gólt, le a kalappal előtte. Megtaláltuk a megfelelő játékosok, de az edzők is, azok is kellenek hozzá. Már a biztos továbbjutás reményében küldték le a további söröket a szurkolók, és csaptak hatalmas ünneplést. Azt mondták, 12 évente a kis csapat nyeri az EB-t, itt az idő Magyarország. Nyerjük meg az EB-t, gyerekek! Elmennétek Marseille-be, ha lehetne a következő? Már most indulnék Marseille-be, csak érjünk oda! Ez éneket kell hozni ő nekik, és csak az egész magyar nép boldog lesz! Indul az utazás, csak erre vártad a széljel! Soha nem érhet véget, varázsol nekünk valami szépet! Igen! Ria! Ria! Hungária! Csütörtökön kezdetét veszi a nyári vakáció, ami nem csak az önfelett nyaralást jelenti, hanem a diákokra leselkedő veszélyforrásokat is. Ilyenkor több a közlekedési és a vízi baleset. Fokozottan ügyelni kell az értékekre, akár nyaralni megy a család, akár fesztiválozik a fiatal. Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség. Sokkoló felvételek egy 2008-ban történt pécsi halálos kimenetelű motoros balesetről. A jó idő beköszöntével ugyanis megnő a motoros balesetek száma. Sokan nem tartják be a sebességhatárt, olyan helyen előznek, ahol nem szabadna. Ezért a Tolna megyei rendőrfőkapitányság egészen októberig minden hétvégén fokozottan ellenőrzi a közlekedőket. A vakáció alatt pedig több a gyerek az utcákon, játszótereken, ezért a közlekedés során fokozottan ügyelniük kell az embereknek a KRESZ szabályok betartására, de a gyerekeknek is körültekintőbbnek kell lenniük, hangzott el a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon szervezett sajtótájékoztatón. Igyekszünk úgy tájékoztatni, hogy ne váljanak sem áldozattá, sem elkövetővé a nyári szüneten történt eseményekről, tehát a vízi balesetekről, de ugyanúgy a vagyonvédelemről, amikor elutaznak, vigyázzanak a pénzükre, az értékeikre. De nem csak a közlekedés során leselkednek veszélyforrások az emberekre nyáron. A vízpart környékén nyilván fel kell hívni figyelmet, hogy csak ott szabad fürödni, ahol egyébként az engedélyezett és nem tiltott. Ha pedig csónakban közlekednek, ladikban, motorcsónakon, ugye kötelező tartozék a mellény, amit egyes esetekben azért elmulasztanak, viszont ez is szintén életet menthet, ha a gyermek belesik a vízbe. A rendőrök arra is felhívták a figyelmet, hogy csak fürdésre kijelölt helyen szabad megmártozni a vízben, és nem szabad a gyermeket egyedül hagyni nyílt vízben sem. A tragédiák tehát elkerülhetőek tájékoztatással, felelős magatartással és egy kis odafigyeléssel. A szülőnek ott van a felelős. Utoljára csengettek ki ebben a tanévben az általános iskolákban. A gyermekek már izgatottan készülnek a nyári vakációra. A nyolcadikosok öröme azonban nem volt felhőtlen, hiszen ők végleg búcsút vettek társaiktól és tanáraiktól. Itt állunk most, mint tanárok, diákok, állunk, hallgatunk, mint a kinyílt virágok. De most mit teszünk? Megállunk, vagy megyünk tovább? 8 évet töltöttek el a Kodály Zoltán általános iskola padjaiban ezek a diákok, szerdán azonban eljött a búcsú ideje. A fiatalok tanáraiktól és társaiktól könnyes szemmel köszöntek el. Sokan közülük nyáron már a középiskolára készülnek, de azt mondják, nehéz szívvel hagyják itt egykori iskolájukat. Rengeteg tudást adott, és ez mellett örömöt is, boldogságot, hogy együtt tölthettem velük 8 évet, és megismerhettem ilyen nagyszerű gyerekeket. Nagyon fájó ez a búcsú, mert hogy az fáj belegondolni, hogy nem találkozom velük többet. Nehéz elmenni, mivel ez a 8 év, ez nagyon sok idő, és ennyi ideig együtt voltunk, most meg szétválunk. De mindenképp szeretettel fogok visszagondolni az itt eltöltött évekre. De nem minden diáknak ér véget a tanév szomorúan, hiszen a nyári szünetet már nagyon várják a kicsik. A legtöbb gyermeknek nagyon mozgalmas lesz ez a 2,5 hónap. Hát nagyon várom már a nyarat. Kimegyek Szegedre, amint vége lesz a tanulásnak,
és utána, amikor hazajöttem, kimegyünk apukámmal Németországba. A Berzsenyi Dániel tagiskolában is játékkal és beszélgetéssel telt az utolsó tanítási nap. A kicsik azt mondják, hiányozni fog az iskola, ám a nyári kalandokat már nagyon várják. Sokat fogok játszani, a barátaimmal is szeretnék nagyon sokat lenni. Sokat fogok sportolni, meg úszni, meg hát én is azt szeretném, mint a Füzi Peti, hogy a barátaimmal legyek. Elmegyek majd a családommal nyaralni Horvátországba. Sokat fogok játszani a barátnőmmel, meg ha jó idő van, mindig elmegyünk majd biciklizni. A pedagógusok is várják a szünetet, azonban többségük nyáron sem pihen. A legtöbben táborokba viszik a gyermekeket. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálatot indított a boltokban, melynek célja az volt, hogy megállapítsák, a gyermekjátékok biztonságosak-e. A cél a kereskedelemből kiszűrni a veszélyes játékokat. Az ellenőrzés során 83 fajta játékból 25 féle bizonyult veszélyesnek. A fogantyús puzzle az a játék kategória, amivel egy 4-5 éves gyerek már nem játszik. Tehát ez tudás szinten egy másfél éves gyerek korától adható tulajdonképpen, és nagyjából ők is élvezik ezt a játékot. Ugyanakkor a gyártó nem véletlen írja azt rá, hogy 3 éves kortoli, mert ezek az apró alkatrészek bizony-bizony, ha egy picike leszerkeszti, lenyelhető. Mutatja egy szexádi játékbolt vezetője ezt a játékot. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által indított vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák, a gyermekjátékok biztonságosak-e. Az ellenőrzés során 83 féle játékból 25 féle bizonyult veszélyesnek. A puha, lágy műanyagok esetén előfordulhat, hogy ezek az egészségre ártalmas, tiltott lágyítószert tartalmaznak. A vizsgált 51 féle műanyagjáték közül 21 félében találtak tiltott lágyítószert a szakemberek. A fajátékok esetében azt vizsgálták, hogy a ragasztott fajátékok ragasztója elenged-e a víz hatására, vagy hogy a különböző fizikai erő hatására leválnak-e kis részek, amikhez így hozzáférhetnek a gyerekek, és azt könnyedén lenyelhetik adott esetben. A vizsgált 17 féle fajátékból 4 nem felelt meg a követelményeknek. Vedmes Bella, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője azt mondja, az volt a cél, hogy minél szélesebb játékpalettát bevizsgáljanak. Tehát itt nem lehet elsősorban azt elmondani, hogy például a mintavételezés kizárólag egy Kínából érkező termékre vonatkozott. Itt pontosan az volt a cél, hogy minél inkább lefedjék a termékpalettát a kollégák, tehát mindenféle termék a vizsgálat alá bekerüljön. A kereskedő azt mondja, nagy baj, hogy a vizsgálati eredményekről semmiféle tájékoztatást nem kapnak, így ők saját szakmai tapasztalataikra hivatkozva szerzik be az árukat. Mindemellett a szülőknek is megvan a maguk felelőssége, amikor játékot vásárolnak, teszi hozzá a játékbolt vezetője. Amikor elindul egy szülő vásárolni, akkor ő pontosan tudja, hogy milyen típusú a gyermeke, akár most, ha szájbavételről beszélünk, hogy szájbavevős vagy sem, és ez kell, hogy szempont legyen a vásárlásnál. Az, hogy egy játék jó-e vagy minőségileg kifogásolható, sok esetben nem állapítható meg elsőre. Mint ahogy azt sem biztosíték a jó minőségre, hogy a játék adott esetben Nyugat-Európából érkezik, mondják a fogyasztóvédők. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Aggódik az együtt, kiviszik a zsolnaik gyártását. Hiába a gazdag befektető, nem oldódnak meg a bajok, a porcelángyárért aggódik a Jobbik is. Robbanás a komlói garázs soron, két ember életét vesztette. Két futó is rajthoz áll a német félmaratonon, az alpolgármester is szurkol nekik. Pénteken az északnyugati tájainkra egy gyenge hideg front hoz kissé hűvösebb levegőt, így ott 27-28, míg délkeleten 33-34 fok várható a legmelegebb órákban. Szeles, alapvetően napos idő várható, csupán délutántól alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A hőmérséklet reggel már 18-20, napközben 29-31 fok között alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Viszontlátásra!